A laikusok számára négykerekű jármű az mind lehet szekér vagy kocsi, hiszen a napi terminológiában gyakran találkozunk a téves elnevezésekkel, de nagyon fontos, hogy pontosítsuk ezeket, hogy mit is jelentett a szekér, mit jelentett a kocsi és mit a hintó. Hát kezdjük a kronológiai sorrendbe, a szekér a parasztembernek volt a közlekedési és munkaeszköze. Ezt fontathatták tehénnel, ökörrel, lóval, bivalyjal, akár összférrel is, míg a kocsi az kifejezetten a magasabb társadalmi rétegnek volt a közlekedési eszköze, amit leginkább személyszállításra használtak, és leginkább lóval fogatolták. Természetesen később voltak ebben terszállító járművek is, de azokat is szintén lóval fogatolták. A kocsi, mint magyar találmány gyakran így emlegetik, de hát úgy, azt, hogy nem arról van szó, hogy mi, ezt, mi találtuk fel magyarok ezt a négykerekű járművet, hiszen ennek az ókori leletek ellent mondanak az avar sírokban talált kicsi kocsi vagy szekér modellek, vagy a, a római harci szekerek mind-mind azt bizonyítják, hogy valójában a teherhordás vagy a közlekedés azonos a, az emberiségnek a kultúr történetével. Maga a lóvontatás mint egy 5000 éve hozzátartozik az emberiség kultúr történetéhez, és maga a kerekes járműveknek a kultúrája a 19. század végére, 20. század elején elejére el a csúcspontját, amelyet aztán, mint egy száz év alatt a robbanó motorok világa teljesen a feledés homályába taszított, és hát napjainkban már csak ott a hobbinak vagy a sportolásnak az eszközeként használják Magyarországon, a jelenlegi Magyarországon ezeket a szekereket, illetve kocsikat. Kor Mátyás király 1485-ben elfoglalta Bécset, akkor Bécs és Buda között postaforgalmat hozott létre, és ennek egyik feltétele volt, hogy hat mérföldenként pihenő és etetőhelyeket alakította ki a lovak, a lovasok, illetve az utasok számára, és ennek ennek egyik állomás helye volt a Komárom megyei kocskösség. Az itt élő kerékgyártó mesterek szembesültek azzal, hogy milyen lassú a közlekedés a, középkori viszonyok közepette. Azért volt rendkívül lassú a közlekedés, mert hogy az útnak a viszontagságait ezek a ö, szekerek bírják, rendkívül sok vasalást, erős fákat alkalmaztak, hogy a mély sarat, vagy a, a, a az útnak a porát, vagy a gödröket bírják ezek. Éppen ezért a minél nehezebbre építették, vagy minél több vasalást alkalmaztak, egyre nehezebbé vált, egyre erősebb igavonó állatok kerettek hozzá, vagy egyre több. Tehát ez nyilván egy idő után végessé vált, és ezért rendkívül rassú volt a közlekedés. Naponta 12-14 mérföldet tudtak megtenni ebben az időben. És ekkor alakították ki a szekérnek azt a könnyű változatát a kocskösségbeli kerékgyártó mesterek, amelyen már 50-60 km is meg tudtak tenni. Tehát meg ötszörözték a sebességet, és ezáltal egy gyorsjárású parasz szekér volt tulajdonképpen a, a kocsra való szekér, és a kocsi eleinte csak jelzője volt a főnévnek. Tehát a kocsi szekér az a kocsra való szekeret jelentette. És később elhagyták a szekér főnevet, és maga a jelző vált főnévé is terjedt el az európai nyelvekben is. Mivel a, a szekér távoli tájakra eljutott, és ott nagyon nagy számba ment, csodálkoztak az emberek, ezt a gyorsjárású kocsit, és valahol magyarnak is nevezik például a, a magyar szekeret. Tehát mind az bizonyítja, hogy, hogy ezt a járművet átvették, és persze később minden nemzet gyártotta maga technikai vagy esztétikai igényének megfelelően, és alakította ki azokat a gyorsjárású kocsikat, amelynek viszont bizony az őse ez a magyar szekér volt. És hát ugye a kocsi és a szekér külön válik ezen a ponton. A szekér megmaradt továbbra is a teherszállításnak a járműve, míg a kocsi pedig a kényelmes utazást a, az úri a, a, közlekedési kedvet, közlekedési eszközévé vált, pontosan a, a gyorsaság miatt, hiszen gyorsan igyekeztek eljutni. Visszatérve a szekérre, ami a parasztembernek oda, a közlekedési és munkaeszköze is, nagyon fontos, hogy munkaeszköze is volt, hiszen ezen szállította ki a munkaeszközeit a földekre, a megtermelt javakat, a terményt ezzel hordta haza, és ezeknek rendkívül erősnek kellett lenniük. A lőcs az a magyar talál ami mérnöki pontossággal vezeti át a kerék, vagy a szekér oldalakra nehezhető terhet a szekér tengely vég, a tengelynek a végére. Mert gondoljuk el, hogy ha a terhet a tengely közepére terhelnénk, akkor legkisebb nyomásra, néhány másány nyomás hatására ketté törne, és amikor a tengely végre vezetik át, akkor olyan szekereket alkotnak meg, amelyel akár 30-40 mázsát is el tudtak cipelni, hiszen egyszerű fizika az erővonalaknak a levezetése a tengely végére, és ez adja a jelentőségét, ami aztán a később a népi szólásokban is megjelenik, hogy valakire rálőcsöli a terhet. A lőccsel szemben a másik oldaltámasztása a szekérnek a rakonca, ami Magyarországon nem annyira volt elterjedt, mint például Erdélyben, ami a szekér ajba befúrt, lukba helyeztek négy rudat a, a szekér oldal két végénél, és ezt lánccal fogták össze, és ez, ez nem engedte a lánc, nem engedte, hogy a szekér oldalai szétdőljenek. Itt már viszont a teher a tengely közepére nehezedik, nem vezeti át a, a terhet a tengely végére, tehát a népi mint a, a rálőcsölésnél megjelenik a kifejezés, amikor a gyerek azt mondják, hogy ne hogy de amikor széthullóba volt a, a gyerek viselkedése, akkor gyakran mondták rá, hogy ne rakott szárlankodj. A sukk az a népi e, mértékegység, amelyet az ácsok, kerékgyártó mesterek használtak, és az egy suk az a e, kinyújtott hüvelykú és csukott ököl, két, két ököl összecsukott része, ami egy változó mértékegység volt, ami 26-30 cm is, tulajdonképpen a, a, a mesternek az öklének a nagyságától függ, tehát ezért változó mértékegység, és ezt a sukkot mérték fel a szekér oldalára, és kinek hány sukkos szekere volt, az egyrészt jelezte azt is, hogy mennyire tehetős, de ugyanakkor a földrajzi viszonyok meghatározták azt, hogy milyen szekeret, tehát milyen igavonú állat, milyen nagyság vagy hány szekeret a szekerek, azok szó szerint az, a, az embert a bölcsőtől a koporsóig. A parasztembernek a minden, az élete minden percéhez hozzátartozott, és természetesen az ünnepekhez is. Bábát szekérrel hozzák a, 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 a szülő nőhöz, vagy a gyermeket a keresztelőbe, vagy a, templomba, ha főleg a másforba volt a pap, akkor szintén szekérrel vitték, a halottat ugye gyakran szekérrel vitték ki, nem rúdon, hanem szekérrel vitték ki a, a, temetőbe, és hát a, a menyasszonyi vagy az esküvőkhöz a menyasszonyt a kelengyeivel, a hozományával gyönyörű, feldíszített díszes szekeren hozták. És hát persze ezeken a jeles alkalmakon kívül a mindennapokhoz, a, az árucseréhez, a migrációhoz természetesen, hogy hozzátartozott maga a szekér, hiszen távoli tájakra ezzel jutottak el a környező vásárokba. Ugye egy magára valamit adó az azért vásárban soha nem vásárolt szekeret, hanem a fát a saját erdélyben vágatta, azt bőségesen vágatott belőle, elvitte a kerékgyártómesterhez, legalább kétszer, a kerékgyártómester kétszer-háromszor annyi fát is kiválogatott, ugye, hogy bene csapódjon, amit aztán ugye persze lespórolt a későbbiek során, és a, a anyagból gyártott később a vásárokra is, de a gazda a saját erdélyből vágott fából készítette a szekének a fa munkáját, és a vasat is, a, kovács munkát is a saját kovácsával, vagy olyan kovácssal vasaltatta be, tehát nem a, kész szekeret vásárolta meg a szatmár. Vásáron, hanem a vasat azt megvásárolta később, mert ugye a, 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 boltba, vagy kereskedésbe, és azt a vasat vitte az a Kovács Mester, az, aki aztán a, elkészítette a vasmunkáját. És akkor e, tulajdonképpen egy szekének a fa munkája a két háború között időszakban a négy mázsa búzával ért fel, egy kész szekének az ára pedig tíz mázsa búzával volt egyenértékű. Hát vissza kell számolnunk, hogy akkor mennyibe kerülhetett, tehát nyilván, hogy az életadó búzának az ára magasabb volt, mint napjainkban. Tehát az értékét körülbelül ezek a fogalmak határozzák meg. És természetesen a kovácsmesterek az egyéni ízlésüknek megfelelően az a saját stílus belehelyezték, hiszen a szekér a státusz szimbólum volt. Ugyanúgy, mint napjainkban már nem is annyira kocsi, hiszen ez a, ez a, rend felborult, korábban azért még ennek rendje volt, vagy tőlünk nyugatabban lévő társadalmakban is azért volt olyan, mint a kocsi használatban is, hogy valakit, hogyha nem illetett egy középosztálybeli, egy, mert pénzzel lehetett lehet arra, hogy egy főri osztály, illő kocsit vásároljon, de nem illette. Tehát éppen ezért kinevették, hogyha a rangján felüli kocsival járt és olyan lovakat hajtott, és természetesen aztán az esztétikai igény is megjelenik akár a, a famunkában, és hát leginkább a kovács munkában. Hiszen a gyönyörűségét a kovács munka adta meg a, a szekereknek. És az itt lévő szekereken is láthatjuk azokat a különleges egyeket, például a kígyó ami a szatmári szekerekre jellemző, a kígyó, mint kultikus állat, védi a szekér utasát a a a járványoktól, a gonosz szellemektől. Valamint a felhét rózsák, amelyek a kovács mesternek voltak a névjegyei. Most, ha megnézzük a mi gyűjteményünkben is, nincs két egyforma, ami azt jelzi, hogy mind-mind más-más kovács mester műhéből, e, kerültek ki. Szomorú és vidám történetek kapcsolódnak a szekerekhez, a mindennapokban, az ünnepekben és azokban a jeles alkalmakban, amelyek az ember életében adódnak.